Ellehetetlenítik a magyar emberek mindennapjait a Brüsszel által kivetett szankciók, ezért azokat meg kell szüntetni. Ezt mondta Szekszárdon a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár. Nagy János előadásában arról beszélt, emiatt fontos, hogy minél többen kitöltsék és visszaküldjék a nemzeti konzultációs íveket. Ezzel ugyanis a magyarok nyílt és világos üzenetet küldhetnek a brüsszeli bürokratáknak. A tolnaiak azt tudják tenni, hogy az országos akcióhoz csatlakoznak. Örömmel tapasztaltam, hogy a Szita Károly polgármester úr által kezdeményezett levelet, amit Ursula von der Leyen elnökasszonynak írta, egy kivétellel valamennyi településvezető aláírta, és ez ki is ment Brüsszelbe. Ez óriási dolog, ez azt jelenti, hogy Magyarországon 80%-a a településeknek csatlakozott ehhez az akcióhoz. Horváth István Tolna megye egy-egy számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt a teltházas rendezvényen, hogy a Tolna megyei emberek naponta érzik meg saját bőrükön az elhibázott szankciók negatív hatásait. Az élelmiszerinfláció, a különböző üzemű költségeknek a növekedés, itt a gáz, a villanyáramnak a növekedésére gondolok, ami gyakorlatilag a szankciós politikának köszönhetően elszabadultak az elmúlt időszakban. Ezt azt gondolom, hogy mindenki érzi a saját bőrén, mint vállalkozóként, mint magánemberként. A nemzeti konzultációt eddig már nagyjából 700 ezeren küldték vissza. A kitöltésére a hagyományos papírforma mellett már online is lehetőség van.